2022-ben még a megszokott helyszínen, a Győri Nemzeti Színház épületében mutatták be az előadásokat, idén azonban rendhagyó módon folytatódik a színházi évad. Tulajdonképpen itt nem költözésről beszélünk, hanem ha egyszerűen akarok fogalmazni, akkor tájelőadásokat tartunk Győr városában. Ugye ebben van némi báj, egy picike irónia a részemről is, de maga az a dolog, amikor nekünk mondjuk a Richter teremben kell létrehoznunk egy előadást, akkor az a fajta kreativitás és művészi érték, amivel bír a Győri Nemzeti Színház Társulata, az pillanatok alatt realizálódni tud abban a térben. És azt gondolom, hogy egy érvényes koncertet sikerült létrehoznunk és bemutatnunk január 6-án, azóta is töretlen sikerrel játsszuk teltházakkal ezt a koncertet, mert a koncert maga az megpróbál a helyén lenni a bérlet struktúrában, de azon túl nem csak egy koncert, hanem tulajdonképpen egy színházi előadás. És annak a térnek, a Richter teremnek azt a gyönyörű auráját, illetve akusztikáját mi megpróbáljuk jól használni. És azt gondolom, hogy ez jól sikerült, és tulajdonképpen ebből a térből kihoztuk a legtöbbet, amit tudtunk. A kihívásokkal teli időszak nem elkeseríti, hanem motiválja az egész társulatot. Ugyanez a dolog a Vaskakas Báb Színházban tartandó előadásokkal, ugyanez a helyzet, hiszen az az előadásunk, amit majd a Bartók teremben fogunk bemutatni, a Mindenkinek mindene, ez már készen van. Nyáron láthatta a közönség a Káptalan dombon, utána bemutattuk a Gyulai Várszínházban, és itt kell elmondanom, hogy az előadás író rendezője megkapta a legrangosabb díjat nyáron Gyulán, a Sík Ferenc díjat. És ez egy olyan előadás, amely tulajdonképpen még lehet, hogy még ihletettebb formában tud megtörténni majd a Bartók teremben, mint mondjuk adott esetben ez a Kisfaludy teremben megtörtént volna. De ez mind úgy sikerül és úgy működik, hogyha a kollégáim kellő flexibilitással, kellő rátermettséggel és tehetséggel ugyanúgy megpróbálják a legtöbbet kihozni a dologból. És azt gondolom, hogy ez a fajta új helyzet, ez nem hogy csüggeszt bennünket, vagy hogy tulajdonképpen félig üres a poharunk, hanem félig tele van. És újabb kihívásokra sarkal és ösztönöz bennünket. A színházban mindig a néző a legfontosabb, emelte ki az igazgató. Azt gondolom, hogy a győri közönség a legcsodálatosabb közönség. Tehát minden színházigazgató kollégámnak ilyen közönséget tudok kívánni. Ez a fajta megértés, ez a fajta türelem, az a fajta nyitottság, amivel egyrészt engem fogadtak itt Győrben, másrészt pedig az, hogy ebben a helyzetben is értik, hogy mi értük dolgozunk. És az a bérletrend, amire ők jegyet váltottak, azok az előadások, azok ugyanúgy megvalósulnak. És ez egy nagyon fontos dolog, és nagyon fontosnak tartom azt is kihangsúlyozni, hogy nem nyári időpontokban, tehát júliusban fogunk játszani és pótolunk bérletet, hanem június elején mi befejezzük az évadot. És ez nagyon fontos, hogy semmiféle olyan dolog nincs, tehát hogyha most egy ilyen elszámolást végeznénk egymással, akkor mi szaldóban leszünk a nézőinkkel. Bakos Kis Gábor azt is elmondta, hogy a harmadik helyszínen a tavaly márciusban újra nyitott Padlás Színházban szintén sikerrel futnak a darabok.